Vágjunk bele, srácok, immáron 37. alkalommal a vicserezésibe, mióta kint van a Next Gen Update, és haladjunk tovább a skelligei kalandokkal. El kell tűnnie pár kérdőjelnek, illetve meg kell csinálnunk pár kósza küldetést, mielőtt még véget vetnénk itt az egésznek. Az 50%-on már túl vagyunk, jelenleg 51,6%-on áll a projekt, ez így az összes küldetés kiegészítőstől. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Na nézzük. Ebéd után vagyok, úgyhogy elképzelhető, hogy itt az első fél órába szétkölgöm majd a ületeket, de megpróbálom majd lenémítani időben. Na nézzük! Keszeg, felderítetlen helyszín. Elvileg itt Fajruntól keletre kell elmozdulnunk, méghozzá elsőnek ide. Bár azt már lehet, hogy pont csináltunk, ott egy ilyen lóverseny volt. Nézzük meg, hogy az még ott van-e. Firezdált, azt megcsináltuk, de Fajlund az így nincs kipipálva, úgyhogy lehet, hogy az még így megmaradt go, nekünk. Go. Lóverseny itt. Ó. Kicsit odébb mutatott a térkép. Egy idegen a hősök hajszáján, nem tudom eldönteni, hogy örülök-e. Na, egy pillanat és már is rákukkantunk. Úgy hallottam, Svana megengedte, hogy részt vegyél a hajszában, de vajon tényleg elég bátor vagy, hogy nekivágj? Csináljuk! Let's do this! Ide figyeltek, emberek! Modron Freya dicsőségére ma nem más lovagol, mint Hívvei Geralt, Lapátos Árve és Vörös Rikka! Szia, Géles! A Visser 3-tól biztos fogok gyógyulni? Na, jó bulást, hát mi lehet? Úgy lavagolok, mint egy nő. Ezek ugyanazokat a frázisokat ismételgetik. Ez ennyi volt. A győztes pedig a Witcher, Hívvei Geralt. Hey! Egy ilyen teljesítmény jutalmat érdemel, tessék, ez emlékeztessen a dicsőségre. Szia, Sinquest. Szerikániai nyeregtáska, hoppá. Sok bajom van úgy általánosságban, de most per pillanat a lábam fáj tegnap este óta. Most voltam sürgősségi, de nem trombozi szerencsére, valószínűleg csak az erek vannak begyulladva. Jobbolás éles. Mielőbbi felépülést.
Na, a fajlundosat most már kipipálhatjuk. És akkor mehetünk tovább. Egy pillanat. Aha. Na. The Nithing, ez lesz a küldetésünk, méghozzá ott. Sőt, ha már itt vagyunk, akkor miért nem menjünk be a városba, és akkor olvassuk el a hirdető táblát. Go, go. Ezek a színek engem a Fortira emlékeztetnek. Szép színes ez a táj. Hogy arrébb rúgtuk a birkát, szegény. Come on. Hallottatok valamit az erdőben? Olyasmit, mint a szarvas horkantása, csak hangosabbat, akkor rohanjatok vissza a faluba. Miért? Mert szörnyek járják az erdőt, és egészben nyerik le az ilyen kölyköket. És ez a küldi, ez ismerős. Jöjjön, csak kivágom a hasát belülről így, aztán levágom a fejét így. És ki adja a küldit? Ja, hogy Oden. Mi az? Jól láthatóan harcos vagy, számos utat megjártál már. A segítségedre van szükségem. A fiamról van szó, aggódom. Vagy két hete elment Itorral és nem tért vissza. Kiderítenéd, mi történt vele, ha nem bánod? Ez olyan, mint a firezdálos vezető. Oden. Ki lehet ez az Oden, és milyen küldetést akar nekünk adni? Azt mondja, hogy Oden. Witcher 3, Oden. Missing Sun, egy kontrakt. Háromféleképp lehet felvenni ezt a questet. Nézzük, azt mondjuk neki, hogy sajnálom, most túl elfoglalt vagyok. Sorry. Jó. Mindjárt visszajövünk ide. Na. A fénynek tanácsa közhírré teszi. Nem illő, hogy Ranaveik fiai és lányai külhoni ruhákat hordjanak. Amelyik nő a szárazföldről származó csipkét, szatént vagy sejmet visel, arról ott helybe le kell tépni és szétszaggatni. Hasonlóképp, ha egy harcos, haszontalan cicomát hord a páncélyen, vagy aranycsatos csizmát vesz fel, súlyos büntetésben részesül. Aggasztó előjelek. A druidák egy áldozati bárány gyomrában bajlós előjeleket láttak. Ha nem muszáj, a következő héten nem menjetek ki a tengerre és ne írjatok alá semmilyen szerződést. Vajákos kerestetik. Jó emberek. Hogy a szirének ne csábítsanak el énekükkel, mély viasszal tömtem be a fülem, így nem hallom őket. Bevált, csak most nem tudok megszabadulni ettől a trágyától. Ismer valaki egy jó vajákost, aki segítene nekem? Apa gyilkos kivégzése. Merész Ottárt, a vének tanácsa a vének tanácsa bűnösnek talált a saját apja meggyilkolásában. Büntetése megfelel a törvény által előírtnak. Megégetik, aztán meggyúzzák. Majd zsákba varják egy kutyával, egy macskával és egy kígyóval. És a zsákot a tengerbe vetik. Csak ennyi. Hitvány alak. Segítséget kérek bárkitől, aki képes orvosolni a problémámat. Valaki gonosz és alávaló átkot bocsájtott a vérvonalamra, amire nem találom a gyógyírt. Ha értesz az ilyen bűbályok megszüntetéséhez, vagy hallottál olyan vajákosról, aki rendelkezik ezzel az adománnyal, keresd meg az otthonomban, Ranveig mellett, és segíts ki nyomorult helyzetemből. Nem fogom sajnálni érte a pénzt. Megbízás. Eltűnt fiú.
Lészkeligi vagy, származza szárazföldről. Figyelmesen olvasd végig, amit írok. Fiam olva elment kalandot keresni, és nem tért vissza. Megkérek minden utazót, hogy tartsák nyitva a szemüket, és ha valaki visszahozza, vagy kideríti, mi történt vele, bőséges jutalomban részesítem, és belefoglalom Freyjához intézett imáimba. Na. Na, elvileg... Háromféleképp lehet felvenni ezt a questet. Egy, útközben rátalálunk a fiúra. Kettő, felvesszük ugye erről a hirdetőtábláról. Három, beszélünk Odennel személyesen. Greetings. Beszéljünk a jutalmamról. Let's talk about my reward first. Nézzük, mennyi fér belem. Hámusz, szerintetek az már sok lesz, mi? It's a lot. Ez rengeteg? Kölcsön kell kérnem a rokonságtól, de legyen. Nincs, nem garaskodom a fiam rovására. Hol keresem a fiad? Innen keletre. Az erőd romjai között. Néhány farói zsiványjal ment oda, akikkel a fogadóban találkozott. Tele tömték a fejét mindenféle sületlenséggel valami kincsről. Azt mondtam neki, fiam, a faróik mind hazugok, ne barátkozzok velük. De nem hallgatott rám. You shouldn't fraternize with him, but he knew better. How'll I recognize him? Miről ismerem fel? Csak annyit tudok, hogy nem hallgat az apjára. Elég jellemző az ő korában. His name's Olve. Az a neve Olve. Vidám legény. Kicsit bösze. Semmi különösen nincs a fizimiskáján, kivéve, hogy legutóbb, hogy láttam, sárga tunikát viselt. Csodaszépet. Senki másnak nincs olyan a faluban. Tőlem kaptam meg még az előző születésnapjára. Ennyi elég kell legyen. Körülnézek, de nem ígérek semmit. Witcher érzékeiddel, érzékeid segítségével kutasd át a vár romjait. Mikor Geralt átlavogolt egy falun, Kertrold a lábánál felfigyelt egy hirdetményre, amelyet bizonyos Ranavaigi Odin tűzött ki, és amely jutalmat ígért annak, aki hírt hoz eltűnt fiáról. Witcherhez illő munkának tűnt, és mivel Geralt, mint általában pénzszűkébe leledzett, úgy döntött, utána néz a dolgoknak. Pénzszűkébe leledzett. Jaj, szegény Geraltnak most csak 40.069 aranya van. Nagyon szűkébe van a pénznek. Úgy emlékszem, aha, itt van Witcher set. Írnak-e itt valamit? Ez nem tudom pontosan mit jelent. Aha, tehát van utóhatása a küldinek. Megcsináljuk, és akkor utána valamit figyelnünk kell. Paripánk fél. The Fiend. Morwood. The Fiend. Mit lehet olvasni róla? Bárcsak Morwoodnak nem esett nehezére megölni a Skellige harcosokat, nem volt ellenfél a Witcher számára. Egy ponton még menekülni is próbált, hogy az életét mentse, de ez is csak késleltette az elkerülhetetlen halált, amit a Witcher ezüst pengéje okozott neki. Perzselődik.
alárakjuk az Irdent. Hoppá, ez mellé ment, azt hiszem. Kapja, ég. Ran off to its lair to elmenekült az odójába. A sebeit nyalogatni. Követnem kell a nyomát. Szerintem kéreges még egy kicsit? Jaj, olyan kevés pénze van szegény Gerátónak. Csak a belsőségeket ette meg. Aggasztó. Fushi. Talán jó lenne itt körülnézni. Erre futott. Fushi. Átkelt a túloldalra. De jól néz ki a víz, azt a rohadt. Boxholm. Ott hagytunk pár dolgot, tudom, fel akarok majd, mert vissza akarok idejön majd jönni. Erre ment, fákat döntve. Ja, és persze... feltöltötte a HP-ját. Hosszú karom és pokolfajzat trófea. Ez most meg is van. 22 XP, ugye? Yellow tunic. Sárga tunika. Ez biztos Olve. Megbosszultam azokat a fiúkat, legalább ennyi.
Hát ja, legalább ennyi. Kiváló acél griffkard. Az jól jön. Ugyanis griff buildet nyomunk, és lassan kell az upgrade. 28-as vagy 30-as szinten tudunk fegyvereket és páncélzatot upgrade-elni. Ki emlékszik erre? Ki tudja ezt? Talán jó lenne itt körülnézni. De hát körülnéztünk, úgyhogy még mindig itt lehet valami. Kiváló, azt hiszem 30. 34 a legmagasabb itt? Nem, az nem. Alapjátékban 30 a legmagasabb. Persze, ha csak emlékezetem nem csal. Na jó, most ezt meg kell, hogy nézem, ne ragudjatok, de szerintem ez itt hülyeséget jelez. Griffin Steel Sword Mastercrafted. Tehát akkor ez itt megvan, csak hülyeséget mutat. Kösz. Kösz játék. Hát én legalábbis úgy emlékszem, hogy a 30 a max ebbe a kiekbe, de majd hogy az alapjátékban. De lehet, hogy rosszul emlékszem. Azt tudom, hogy az utolsó rész, a nagy mesteri set, az biztos, hogy Blood and Wine-os. Janne, mikor ezeket a sorokat írom, 6 éves vagy. Én 30. Életem virágában vagyok, de tudom, hogy nem lesz módom megtanítani téged nyillal lőni, lovagolni vagy kardot fenni. Soha nem vihetlek magammal portyázni, de még halászni sem. Kaptam egy térdsebet a legutóbbi portján, és az állapotom egyre romlik. Pár nap alatt fel kellett volna gyógyulnom, de valami baj van a véremmel. A seb csupa genny bűzlik, a lábamat már alig érzem. A druidák szerint nincs segítség, ha levágják, elvérzek. Szóval készülök a halálra. Nehéz évek várnak rád, fiú. Családunknak sok az ellensége, eddig megvételek tőlük, ha elmegyek, magadnak kell megtanned. Talán lesz, aki segít, talán nem. Ezért rejtettük el javaink egy részét. Vin Ulle házában, a padló alatt. Így senki nem veheti el. Senki nem tudja ellopni tőled. Elég, akkor értük menned, ha felnősz. Anyádat arra kértem, hogy ezt a levelet életed 18. tavaszán adja át neked. Fogd az ezüstöt, fiam. Vegyél magadnak egy jó kardot, páncélt és lovat. Menj portyázni a szálaszföldre. Állj bosszút azokon, akik halálom után megkesérítették az életedet. Hogy büszke lehessek rád. Sosem mondtam neked, de mindig szerettelek, Janne. Remélem egy nap találkozunk Freya örök édenének zöldjében, és számot adsz nekem az életedről. Az életről, aminek nem lehettem a része. Áldásom rád, fiam. Hol szereztél 2-t? Kérdőjel. Kéne ilyen imót, amikor így nem értem, hogy mi van. Örökség. Egyszer Geralt talált egy hosszú, megsárgult pergament. Kíváncsiságának engedve, áttanulmányozta a tartalmát. Ennyi. Ez ennyi volt.
Azt hittem, hogy többet írnak. A és az az a láda. Hát ez nagyon kikandikálott. Vérkard. És ez ennyi volt. Meg is vagyunk. Tehát örökség. Az örökség az alul lesz. Ő. Ott van. A siker különösebb reménye nélkül Geralt átkutatta a házat, és a legnagyobb meglepetésére egy ládára való értékes holmit talált. Na, akkor ezt is. Inheritance, ez lesz az. Kispipáltuk. És a küldetés, amit csinálunk, az egy Witcher megbízás. És először oda fel kell mennünk, mert ugye azt ki akarjuk lootolni, azt a helyet. Pláne, hogy farkasiskola fejlesztési felszerelések vannak ott. Egy JVTF imót kéne, azt mondod, Connor? Lehet. Hunter bácsi, engem bántanak. Hát Connor, óvatosan. Óvatosan. Egy VTF, mert... Na majd kitalálunk valamit. Mi ezt a helyet már lootoltuk? Jó helyen vagyunk amúgy, itt valami Witcher izét jeleztek. Az a loot az ott fönt lehet. Szám volt, mint hogy nyikorgott volna valakinek a széke. Ohohohohohoho. Hát már látom is, hogy hol van a láda. Ott van fönt. De miért teszik oda fel a ládát? Remek mívű farkaskesztyű. Csak ez még miért van még eddig itt ez a jelölés? Megint le kell, hogy ellenőrizzem. Így van. Mastercrafted Wolven Gauntlet. Köszi szépen amúgy a választ. A griff magával vitte idáig, lehet amúgy. Szemét griffek. Na megyünk, szólunk a Kelszegnek, és akkor megyünk, leadjuk ezt a questet. Gammon, Rogue, Gammon. Ja, és tudjátok mi a gond? Az, hogy már megint nem jó trófea van beaktiválva. Paci. Őszikem. Figyelj, mert mi azt hittem, hogy valami baja van annak az őzikének, de csak átment egy bokor mellett.
came of these nice fairy lads who were treasure hunters. Something I've always wanted. What do you witchers do? Greetings. Any tidings? Üdvözöllek, mi híred van? Pillanat. Nagyon hangulatos volt ez a pillanat, kép? Ugye? Itt olvasom egyébként, hogy miket lehetne még csinálni, de igazából csak annyi, hogy tényleg most követnünk kell a csávót. Rossz hír. A fiad meghalt. Bad ones. Egy pokolfajzat ölte meg. Csak annyit tettem, hogy bosszút állok érte. Mondtam neki. Fiam, faróról még semmi jó nem származott. Maradj itthon! Eljön majd a te időd a kalandra és dicsőségre! Ez a jutalmad. Ez az arany nem hozott szerencsét. Téged talán jobban szolgál. Az eltűnt fiú, ezt kell majd nézzük. Looks like rain. Elvileg ennyi történik, hogy ide jön Oden és sír a dokkoknál. Illetve elvileg ez állokolt párbeszédet itt lakókkal, a Faroe szigeteki emberekkel kapcsolatban. Úgyhogy ez ennyi. Jó. Kiderült, hogy Oden fia és barátai nem csak hogy eltűntek, de meg is gyilkolták őket. Darabokra tépte őket egy pokolfajzat. Geralt túl későn érkezett, hogy megmentse a fiúkat, viszont éppen időben, hogy szembeszálljon a gyilkos fenevaddal. Mivel érezte, hogy nincs esélye egy ilyen harcban, a bestia menekülőre fogta. De egy Witcher elől nincs menekvés. Geralt követte a pokolfajzat nyomát és megölte, megbosszulva Oden fiának halálát, egyben gondoskodva róla, hogy egyetlen Skellige is se osztozzon többi a fiú sorsában. Feruer referencia, az micsoda? Na itt van egy másik küldetésünk is amúgy. A velem már nem lehet ugye beszélni. Greetings. Greetings. Van egy gyógyfűved, eladó? Mind if I have a look at your herbs? Faroe, Feruer. Ó, és ezt a Feruert is ismernem kéne, vagy ez valami... Ez micsoda? See you. Egy mérföldről is felismer a fajtádat, azt mondja nekünk. Szóval van egy olyan küldünk, hogy... Feruer szigetek. Nem hallottam még rólam. Ezt a Nidhing-et is tavaly csináltuk az előző végigjátszás alatt. Ez nagyon ismerős ez a küldi. Bajt, hogy nagyon ismerős.
Skellige földjén Geralt találkozott egy kétségbe esett és megtört férfi van, akit Lothárnak hívtak. Valaki erős átkot mondott a fiára, amitől az napról napra sorvadt. Már alig élt. A viser tudta, hogy meg kell törnie az átkot. Különben a fiú belehal. Már is nézem. Jó. Skócia, Izland között félúton egy dán autonóm tartomány. Ó! Na. Beszélj Lothárral, ez a feladatunk most. Hogy állunk? Jó, még elfér nálunk pár loot. Mennyivel hangulatosabb amúgy így a játék, hogy nincs ez a nagy fa ingadozás, hogy nem fújja olyan durván a szél a fákat. Mennyivel jobban élvezem így a játékot. Ez is amúgy modolva van például. Freja kegyelmez, kihez térek majd haza? Ha Tjálve meghal, kiviszi tovább a vérvonalam? Zavaratlan? Nyugodtan? Az imeim úgysem nyernek meghallgatást. Úgy hallottam, problémád van valami átokkal. Úgy van, nézd, látod a lókoponyát azon a póznán? Az egy nitin, egyfajta átok. Láttam már hasonlót, nem lehet félváról venni. Szerencsétlenséget akár halált is hozhat. Így van. És a Tjálve nevet vésték bele, az elsőszülött fiamét. A kölyök belázasodott, napról napra gyengébb. Vélek, hogy a következő holtöltére el kell temetnem. Megpróbáltam magam eltávolítani az átkot, de nem sikerült. Segíthetek neked. Több módon is. Az egyik, megpróbálhatom meggyőzni a Nithing felrakóját, hogy szedje le az átkot, a másik, visszaverem rá az átkot azzal, hogy az ő nevét írom a pósznára. Mindkét esetben tudnom kell, ki áll le mögött. De nekem nincs senkivel se bajom, nem is meg senkit, aki rosszat kívánna nekem. Na, azt hiszem, egy kicsit nyomoznom kell. Aha, aha. Ott van Tjálve, gondolom én. Bár csak annyit írtak rá, hogy gyerek. Aha. Köszi a lootot. Cserébe bejújtottam a kandallót. Na, vizsgáld a Nithinget. Friss nyom. Talán jó lenne itt körülnézni. Egy Nithing, egy erős átok, egy névésű a markolatban. Tjálve, Lothár fia. A nyomozati munka keretén belül ezeket a tárgyakat is megvizsgáljuk. Így van, ezeket lefoglaltuk, hogy nehogy... Lehet, hogy bűn. Mizé, bűnre vezető lesz ez a... Bizes korsó. Mi ez? Egy női kendő? Egyedi mintázat. Egyedi illat. Geralt, minden oké? Okay. Ott egy kicsit bekábult, én úgy látom attól a női szagoktól. A női illatoktól. It's clearing up. Bám, parabám, bábám. Bám, bám, bám.
Túl sok szag. Nem követhetem tovább az orrom. Körbe kell kérdezni, és köszönöm a kendőről. Igen, mit akarsz? Felismered ezt a kendőt? Dehogy nem, Johanna, a javasasszonyom kér, ott lakik abban a kúnyóban. Örülni fog, hogy megtaláltad. Ezt gondolom, hogy örülni fog. Mit akarsz Yennefer-rel? Waka, azt mondja, waka! Megtaláltam a kendőt Lothar háza mellett. Annit innél, amit te tettél oda. Honnan tudod? Megérzés, de köszönöm, hogy megerősítetted. Tudod, hogy Kálbe félával már a sírba van? Helyes, a fattyúnak meg se kellett volna születnie. Lothar egyese voltam, de félrehozott dobot azért a trampliért. Most megfizet. Ő is az egész nyomba családja. Féltékenységben megölnél egy gyermeket? You'd kill a child out of jealousy? Komolyan? Are you serious? Ez nem a féltékenységről szól, hanem a méltóságról. 10 évig éltünk egymás mellett, 10 évig. Főztem rá, mostam a gatyáit, megosztottam vele az ágyam, ő meg szó nélkül elhagyott. Az egész falu nevetett. Ostoba, Johanna. Hagyta magát megcsalni. Ó, nem hagytam és nem is felejtem. Távolítsd el az átkot. Komolyan beszélek. Rendben, megteszem, de csak a saját feltételeimmel. Lothárnak ki kell tagadni a fiát és visszajönni hozzám. Elmondom neki, de szerintem mindketten tudjuk, mi lesz a válasza. Itt mindkettő endinget megnéztük. Erre emlékszem. Nos, tudod, ki jelzte el a Nithinget? A régi barátod? Jonna. Old friend of yours, Jonna. Sejtettem volna. Féltékeny ribanc, nem állhatja más boldogságát, és eltávolítja az átkot. Igen, mindössze annyit kell tenned, hogy megtagadod a családot és visszamész hozzá. Nem, soha. A feleségem, a fiam. Megbecsteleníteném. A szegénységre kározhatnám őket. Meg kell törnöd az átkot, Witcher. Meg kell halnia. És most melyiket választod? Hát azt, hogy legyen. Megöljük Jonnát. Mit írnak itt amúgy? Megérdemled a büntetést, de nem ilyen módon. Rendben, megteszem. Hála az Istennek. Ne keverd bele az Istenket, ez két emberi lény, ugye? Ja, itt ez mindkettő... Ez mindkettő szívás. Itt igazából... Hát a gyerek az ártatlan. A gyerek ártatlan. Én nem tartom felnek a gyerek megmentését, ha mondjuk a pasi alt volna, nem bánnám, de így akkor már inkább a nő. Ja, hát... Jonna, legyen gyors és fájdalommentes. Szóval ne szenvedjen már ártatlanul a kisgyerek. Majdnem minden földrajzi névnek a Witcherben van valóságbeli megfelelője, így a Faroe mégsem egyedi referencia. Aha. Ahem.
Nos, sikerült? Sikerült. A fiát hamarosan rendbe jön. Jona pedig meghal. De köszönöm, Witcher. Ezerszer is köszönöm. A fiam a legdrágább kincsem. Kincsem, nem bírtam volna elviselni, ha meghal. Tessék a jutalmad. Velünk két kezel, mielőtt tovább indulsz? Nem. Nem vagyok olyan hangulatban. Egy XP. 60 korona. Már most sincs itt. Akkor most már nincs is itt. Azt akartam nektek már mutatni, hogy itt most várakozunk, és akkor már nem lesz itt Jonna. De hát már így sincs itt. Ezek szerint kaptam. Ja, már nincs itt, jól van. Hát akkor ezzel végem. Knitting. Kipipáljuk. És közben megkeresem nektek, azt mondja, hogy a knitting. A Witcher rájött, hogy az átkot a helyi javasasszony Jonna tette a fiúra, akivel Lothar egykor megosztotta ágyát. Ismét bebizonyosodott, hogy amit nálamnál nyájas olvasó kevesen tudnak jobban. Nincs a férfi embernek halálosabb ellensége a sértett asszonynál. Geralt megmentette a fiút, de a varázslatnak így is volt egy áldozata. Rontás Jonnára szállt, és fájdalmas korai halálba taszította. Na nézzük! Hogyan tovább errefelé? Knitting, igen. Itt van egy... lóverseny. Vagy már megcsináltuk? Te vagy az! Az első külróni, aki szeretne bejutni a hősök hajszájába. Itt indulsz el majd te is? Van itt neked hely, ha szeretnéd. A bácsi egy kicsit egy hullámosszon volt azzal a lóval. Persze, elindulok, még akár nyeretek is. Ha a segged is van olyan kemény, amilyen a szöveged, akkor ki tudja? Hamarosan kezdődik a verseny mindenek anyja dicsőségért. Ma Gyors Oswald, Makányos Swann és Rivei Geralt küzd egymással. Geralt of Rivia! Azt mondja, nehogy közelebb gyere, csavargó. Heed, please. Nagyon tetszett, hogy megakadtunk a hídban. Úgy látta, ahogy mondtad, te nyertél. A dicsőség a tiéd, és hozzá a jutalom is. És ha ez a három győzelem nem elég, még mindig ott van a nagy hajsza, Hindarsfjallon. Viszont ott nyerni, az aztán nehéz ügy.
80 korona, és akkor ezzel is meg vagyunk. Zerikáni lószám ellenző, már-e megjön? Valami hajsza volt ez. Nem tudom, hogy ennek van-e valami jó leírása. Aha. Ezeket nem néztük még meg. Csak is az vett részt a végső versenyen Hindarsfjallon, aki megnyerte a Kertroldében és Fajrundban szervezett versenyt. Akinek ez sikerült, elutazhat a Szentszigetre, hogy szembenézzen Gyors Oszfáldal, Makányos Svennel, ezzel a két kitűnő képességű és nagy tapasztalattal bíró lovassal. Geralt megküzdött ezekkel a gyors lovasokkal és a számos veszély és akadály ellenére ő haladt el elsőnek a jelző pózna mellett. Ez bizonyára nagy örömet jelentett Mordon Freyának. Mára egyáltalán létezik. Mordron Freya dicsősége határtalan, és Skellige-n mindenki hódol az istenőnek. Hirezdálban és más hasonló helyeken is lóversenyekkel tisztelegnek a nagy anya előtt. Geralt úgy határozott, részt vesz rajta. A Skelligei remek lovasok, de Geralt sem gyenge kezdő. A Skelligeiek remek lovasok, de Geralt sem gyenge kezdő, ha a lóversenyről van szó. Hála gondosan csiszolt képességeinek, keszeg erőfeszítésének és az istennők egyének, a Witcher diadalmaskodott. Számos módja van tisztelegni az istenek előtt, többek között fohásszal, pentagrammákkal megjelölt oltárokon lemészárolt véres áldozatokkal és templomoknak adott pénzadományokkal. Ám a Skelligeieknek megvan a maguk egyedi megoldása erre. Mivel a testi erőt és a harci szellemet mindennél többre értékelik, lóversenyeket szerveznek az istennő nevében. Geralt úgy határozott, részt vesz az ilyenen. Az istennő a Witcherre mosolygott és úgy látta jónak, hogy ő nyerje meg a versenyt. De ezzel a viadalnak még nem volt vége. Várt rá a végső megmérettetés. Hindarsfjall szigetén. Jó. Akkor ezek is megvannak. És akkor elvileg még van egy küldetés a közelben. Armed Ashault. Na nézzük. Armed Ashault. Ha minden igaz, az erre van. Ott. Hát akkor majdnem jó fele futottam. Ja, hát ez az előző quest, ez a knittinges, ez az átkozás, ez mindkettő ilyen rossz döntés volt. Mármint, hogy így egyik se volt ilyen 100%-osan. Hú, de jól néz ki. Jó döntés. Nyissátok ki, vagy a golyóitok bánja. Fegyveres rablás. Az életősénye tele van váratlan kanyarokkal. Ma egy fehér cselét frissen fejt tejjel kínál. Holnap egy kereskedő kocsiját segítesz kirángatni a kátyúból. Vannak úgy, hogy brigantikat látsz, akik éppen egy házat próbálnak kifosztani. Geralttal épp ez utóbbi történt, miközben Arth Skelligét jártam. Arnor, Ingvar Ulmer fia volt a csaló. Biztos vagyok benne. Átejtett mindannyiunkat. Engem is, meg téged is. Nincs értelme haragudnod, mert százszorosan megesküdtem, hogy úgy osztjuk meg a zsákmányt a portjából, ahogy máskor, még magunk közt is. Kiderült, hogy két láda ékszer, egy ezüstőr, no meg pár aranykupa és tányér elveszett. Mindenkit összehívtam a klánból, aki ott volt a portján, és mindenki megesküdött atyái vérére és azok atyáira, hogy nem vettek el a részüknél többet.
Márpedig akkor Ingvárd marad. Lehetett volna több eszem is, mielőtt egy uncreative fattyat vettem volna a fedélzetre. Az én hibám, de helyrehozhatjuk. Helyrehozhatod? Fogj egy maréknyi embert és menj Ingvárhoz, aztán vedd el tőle, ami a miénk. Áldásom rád. Erről a létről az előbb eszembe jutott a Terranél. Lehet megfertőzött a tegnapi stream. Ja, jól nézett ki nagyon, ahogy ott szaladtak a lobak. Jól nézett ki. Jó kis hangulatos Terranél. Ne is mondd, Marci. You can come out. Hihetnek? Meghaltak. Kik voltak ezek? Banditák. Az őrület lugasz emberei. És te ki vagy, jó ember? Rivia Geralt. Witcher. Geralt of Rivia. I'm a Witcher. Thanks for your ear. Köszönöm a segítséget. Ha nem jössz erre, nekünk végünk. Lucas will wonder what happened. Lucas keresni fogja az embereit. Mit tesztek? Miattuk ne aggódj. A fiamat gyorsan elküldöm Kertroldéba. A jármagy kordába fogja tartani Lucas. De viszont nézz a hátad mögé. Ha Lucas rájön, mi történt, megpróbálhat visszavágni. Think I'll manage. Good luck. Jó. Nyitotta az ajtót, srácok, úgyhogy szabad a préda. Ez az ő hibája, srácok, én nem tehetek róla. Legyen Hjalmar vezetőd, ő intézte el az óriást. Ok. Már rögtön a politika. Na, 53%-nál járunk, és megyünk még tovább, srácok. Na. Vannak kérdőjelek. Jó. Csináljuk ezeket. Ha és akkor Kertról, de fele fogunk tovább haladni. Vagy akár mehetünk jobbra is. És ott a druidák táboránál ott. Erre még van mit felfedezni. Hát először menjünk itt fölfele. És akkor majd elmegyünk jobbra is. Jó. Ahogy mondtam nektek, ahogy ígértem, kérdőjelek ezek jönnek most. Nagyon morcosnak tűnnek ezek a paripák. Kígyó szemű szarzsák! Egy francos varázsló! Ja, még az óceánt is jó lenne megtakarítani. A kérdőjelektől. Hű. Értékes kövület. Megyünk arra. Na, fura hangot hallottam.
fűrészmalom. Kapták, kapták a mocsolákok. Terület felszabadítva, a lakosság visszatért. Hoppá. Rápillantanék az árodra. Hát a szápon nem tudjuk neki eladni. Kibillenés esélye. Egyet el tudunk adni. Vagy eláttuk az összeset? Ja nem, nem adtuk el, csak oda fölrakta. Megijedtem, hogy eladtam az összeset. Pedig próbáltam arra figyelni, hogy ne tegyem. Jó, az amúgy micsoda nála? Szia, Sidney. Tünde páncélkovács eszközök. Ó, értem. Farewell. Jó, és ez valószínűleg a vándorkereskedő lesz, aki itt van. Aha, itt jön. Na. Greetings. Ja, vele már beszéltünk. Jól van. So long. So long. Következő kérdőjel. Így van, oda megyünk. Kérdőjel tisztogatások továbbra is. Ez a nagy sziget az Arzkelig. Itt azért jócskán van mit csinálni. Szia, élőlény! Nem biztos, de lehet, hogy még Novigradban kiajtál egy elhagyatott települést, de nem jelzi a map. Igen? Novigradban biztos, hogy hagytunk ki dolgokat. Méghozzá ezen a placon, ezen a részen, ami itt van. Ezt annyira nem néztem még át, ugye a DLC miatt. De amúgy ez még kimaradhatott, hogyha erre gondolsz, mert ez például itt újonnan jelent meg. Illetve ez is még itt van, ami azt mondtátok, hogy majd ez későbbi küldivel fog feloldódni. De ja,
Ez még ott nincs. Ez később jelent meg, ez a kérdőjel. Magától a várastól van északnyugatra. Igen? Novigrádtól északnyugatra. Mindjárt nézzük. Velen Novigrád. A haláltom tényleg nem jelzi. Ott nem voltunk. Sőt, itt is van még egy quest. Egy ilyen kincskeresős quest. Ja, látom. Crane kép, az a neve. Ja, látom. Köszi, hogy szóltál. Itt van elvileg. A kieg miatt járok majd valahol, de az majd errefele lesz a kiegészítő. Azért nem akartam azt annyira körbenézni. De fura volt, azt hittem befagyott a játék. A folytoli dércek innen jönnek. Meg jobb lesz felrobbantani. Köszi szépen amúgy az infót élőlény. Amúgy pucoltunk ki egy ilyen helyet, csak nem lootoltam ki legutóbb. Nem baj, ez van. Na. Akkor ezzel is megvagyunk. Mert a következő kérdőjel. Egy vivern. Maribori kard. Egy Maribori kard volt itt. Jó. Mehetünk tovább, srácok. Itt vannak ilyen ládikók, azt mondja, hogy treasure, monster nest. Ja, és akkor ott már voltunk, ugye? Mert hogy innen indul a kalandunk. Innen, erről a partról. Jó, ott látunk egy barlangot is. Van ott treasure, van ott guarded treasure. Ott van egy questünk, a Worthy of Trust, és van egy Peace Disturbed nevezetű küldi. Aha, azt meg lehetne csinálni. Jó. Akkor elmegyünk arra a kérdőjelre, és akkor utána pedig elmegyünk oda, mert ott is van egy küldi. Let's go! Maribor 100 kilométerre van tőled? Nem sok. Maribor. És olyan finom lehet a Maribor? Ó, most nézed, olyan tele van az a fehér csík, az XP-nk, az XP csíkunk, hogy mindjárt meg lesz, pikpak az a szintlépés. Nem akarok harcolni. Szerintem ki tudjuk backelni. Nagyon jó.
Szia, Neomer! Szia, Csili bácsi! Üdv mindenkinek, skacok! Na, stop! Hát, ezzel is meg vagyunk. Úgyhogy most megyünk tovább. Micsoda? Aha. Srácok? Már csak 44 XP-kel. Miért nincs pirosra törve a kard? Kikapcsoltam, hogy ne lássátok, de amúgy pirosra van törve. Teljesen piros. Ilyen piros még sose volt semmi. Ja, mondtátok, hogy ki lehet kapcsolni amúgy a Witcher beállításokba, hogy így mutassa a kardok minőségét. Mindent mutat egyébként, hogyha mondjuk a páncél elkezd töredezni, tehát azt tudom javítani, de a kardokat azt most már nem fogja mutatni. Tök jó. Na, telik. Jól telik a nap. Szerencsére jól telik a nap, eddig legalábbis. Elbújni. Értem. Nyomunk egy mentést gyorsan. Mit mondanak amúgy erre a questre? Semmit az égvilágon nem mondanak erre a questre. Jó, akkor megyünk oda, azt csináljuk. A fehér hajó, vajon ki lehet ő? Tisztán látszik, hogy egy harcos, pont rá van szükségük. Ja, ide utazó. Szóval ja, eddig abszolút jól telik a napom, és nagyon örülök, hogy a mai nap az bizony, főleg a Witcherről szól. Mit akarsz? A kriptánkba akarsz menni? Talán. Mit kerestek itt? Körmöt jöttünk nyírni. Körmöt? Hullákét, tehát nem tudod? A litércek a körmükkel faragják ki azokat az átkozott hosszú hajókat. És ti azt reméletek, hogy így kifogynak belőle? Meg is tennénk, ha be tudnánk jutni a kriptába, de bent kísértetek vannak. Elbánnál velük? Itt a piros, valam piros. Így van, segítenk. Ugye a skelligiek azt hiszik, hogy a lidércek ők a körmökből csinálják a hajókat. Meg a Ragnarök lesz, meg ilyenek. Geralt meglepődött, amikor egy csoport asszony talált. Csoport. Két fő. Arcskelligén egy kripta bejáratánál lézengni, de annyira nem, mint amennyire ők meglepődtek a Witcher láttán. Az asszonyok elmesélték, hogy a holtak körmét levágni jöttek, így megfosztva a lidérceket a hajóépítéshez használt anyagtól. Bár óvatos volt. Geraltnak alkalma nyílt némi zsákmányra szert tenni, mert megkérték, hogy üzzel a kísérleteket, melyek megakadályozták, hogy az asszonyok belépessenek a kriptába. Aha, kettő van csak itt. Egy csoport asszony. Ez mondjuk már elég durva. Ilyen az, amikor azt mondja egy streamer, hogy hát engem egy csomóan néznek. Egy lengyel elmondása szerint a Witcherrel játszani olyan, mint magyarként a magyar népmeséket nézni. Igen? Én nagyon szerettem a magyar népmeséket.
Így van, meg sokan kérdezték, igen, igen. Többen kérdeztétek, többen mondtátok, hogy legyen már kérdezfelelek videó, úgyhogy most gondoltam megcsinálom, ha már ennyien kértétek. Kérdezfelelek lesz a barátnőmmel. De amúgy, hogyha már levágták a hullán a körmöt, a hullákon, miért nőne újra a köröm, srácok? Ezt most annyira nem vágom. Bár biztos, ezt csak én nem értem. Hú, de furra fejet vágott Geralt, nézzétek? Új, még furább volt. Ez amúgy nagyon creepy. Tehát nincs szem a szem gödrében. Na így. 15-ös. Na, tessék. Na, hát ez így mennyivel jobb lett. Amúgy, milyen jól néz már ki a foga, basszus. Nem lehet, hogy haláluk után még egy ideig nő a köröm? Lehet amúgy. Van egy olyan urban legend, hogy a halottakon a köröm és a haj tovább nő. Ó, ja, hogy azt hiszik, aha. Értem. Ez a kép fogadna az ajtó kis kitekintő nyílásán, amikor nincs bent a szemmel Geraltnak, mi? Ezek ez a rekeszekhez én aztán nem értek. Na, akkor most már... Aha, fókusz távolság. Na, alakul a Geralt fotó. Kicsit távolabb ifókusz kell. Ha. Csúcsfények, hőmérséklet. Egy kis meleget szeretnénk Geraltra. Ó, de jó. Most még készül, ja, csak így tetszett Geralt arc kifejezésen. De amúgy szerintem nem jól állítottuk be a mély élességet. Tehát konkrétan a szakálla nem volt fókuszban, mindegy, akkor ezt nem állítjuk be. Kromatikus aberráció. Tettem rá egy kis aberrálást. Ja, látom. Ha már látom, mi ez a kromatikus aberráció. De durva. De durva. Autofókuszban nem jó? Lehet, hogy amúgy jó lenne. Nem. Szemcsészség. Most a jó. Az, hogy az ember körme tovább nő a halál után, az egy városi legenda, ami azon alapul, hogy a bomlás során a köröm melletti bőr feljebb megy, és így azt a hatást kelti, mintha tovább nőne a körme, mert a látszódó részen kívül még a bőr alatt is van egy kevés, de ez egy tudományosan cáfolt városi legenda. Aha. Köszi szépen!
a vinyettát megvinyettázzuk. Nem, amúgy nem kell vinyetta. Jó lesz ez így, srácok. Ebbleg akkor most megvan? Ezt nem vágom, ez miért van? Miért akadtunk most be? Nem tetszik ez nekem, hogy ilyen akadozások vannak. Ha még előrébb kell mennünk. Nyugi, 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 nyugi. Hello. Csap meg, ez az. Lehet lootolni a hullákat. És volt bennük alma. Alma. Meg virágok, meg kötél. Ütközve mindenkinek, srácok, halli halli. Köszi szépen az infókat. Na, azt nem akartam, de most már így marad. Konkrétan Geralt sírrabló. Annyira komolyan űzi az ipart. Na, tedd le, tedd le, tedd le, tedd le. Jó. De miért nem teszed le, Geralt? Na végre. Jól van. Rendbe tesszük mi itt a hullákat. Nappal csillag. Az igen, valaki lent hagyta a kardját. Vagy lehozták neki a kardját. Ne rozsdásodjon itt, ugye? Úgy volt vele Geralt. Várjál, ez nem az a gomb, amit keresünk. Igen. Hoppá. Na ez aztán fat loot. Uhú, olyan fat lootot találtunk, srácok. Hűha. Na tessék. Na tessék. Very big, very fat. Hát ez aztán a nem semmi loot. Jó, ezt a részt már néztük. Viszont itt még nem raboltunk sírokat, úgyhogy na tessék. Micsoda kis rejtett zugot találtunk, nekem nagyon tetszett. Akkor itt, aha, itt ezt is néztük, jól van. Hát akkor megvagyunk igazából. Köszi, köszi. Elintéztünk mindent. Greetings to you. And to you. Üdv a csoport asszonynak. Kész. A kísérleteknek annyi. Took care of the ghosts. Crypt is safe. Thank you for your help, white-haired one. We'll thank make a you, white hair. Your name. Megzavard a béke. Megzavart béke, ott van. Geráltnak alkalma nyílt némi zsákmányra szertenni, mert megkérték, hogy üzze, igen, igen, igen. Geralt tudta, hogy a nők cselekedete nem sokat számított a Naglfar visszatartásában.
de engedett a kérésüknek, így megtisztította a kriptát a kísértetektől és a lóttól is. Na, 53,1%. Csak mondom. Ding, level 28. Van egy tök érdekes quest. Ezt tudja, hogy valami... Igen, ez egy mitológiai referencia lesz ez a quest. Én nagyon érdekesnek találom, és amúgy még nem találkoztam velem. Megpróbáljuk most megcsinálni. Az a feladatunk, hogy éjszakra kell hajóznunk még hozzá ide. És Kátroldéból fogunk indulni. Na gyerek, eszeg. Mondjuk annyit csináljunk már, hogy ne legyen már este. Legyen nappal, lássátok, hogy mi történik. Legalábbis én lássam. Move it. Ja, és hogyha már ott vagyunk, akkor el kéne adni cuccokat. Itt balra megyünk. Megint balra. Friends we show heart, foes we show our axe. Remember that. Jó. Elugrunk Velenre. Ott. Hát nagyon bízom benne, hogy nem triggerelünk most semmit azzal, hogy ide jövünk. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Valaha élt a legcsúfabb ember. Oké, látszólag nem triggerelődött semmi, úgyhogy jók vagyunk. Kell nekünk Joanna. Geralt, good of you to... És mutasd, mit van. Ennyit tudunk tenni. 2 instes. Ó, az nagyon zsír. Ja, de azt nem mutatja, hogy mennyi van a ládánkban, sajnálom. Vagy a stash nem mondja azt, hogy az a... De a stash az a ládánk. De akkor... Hát akkor nem is kell, hogy ez itt legyen. Remélem, hogy ez azt jelenti. Akkor viszont az Erikán lószelm ellenzőt azt meg kell, hogy hagyjuk. Akkor ez a kardnál is működik? Na várjál. Hát ott írja, hogy egy instes. Jézusom, hát ez eddig is volt ilyen, én meg itt nézegettem, hogy na vajon van-e nappal csillagom, azt amúgy ott írja. A mod miatt.
Hát... Na. Mindig tanul valamit az ember. Jó, és akkor... Más nagyon itt ugye nem tudunk eladni. Take care now. Ja, igen. Meditálni fogunk. Éjfél. Sőt, nem is éjfél, hanem mondjuk hajnali 3. Ez aha, mod miatt írja, igen, igen. Ez az a mod, ami jelzi azt, hogy így megnyomom ezt, és így mutatja, hogy merre mi van. Ez ugyanaz a mod tudja. Az a mod, ami ezt tudja, az egy annyira komplex mod, basszus. Rengeteg, de rengeteg mindent lehet beállítani, és én nem is nagyon nyúltam hozzá. Úgyhogy... hát bízom benne, hogy nem sok mindent változtat meg. To conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Nekem ez a mód nem megy, el se indul a game, ha fent van. Úgyhogy más modod nincs is, egyébként Parfum Collector. Ja, neked biztos nézegetned kell majd PSM, Marci. Ja, ez mod miatt van nálam. Thanks, Geralt! Thanks! Mennyi kérdőjel van itt amúgy? Tyűha! Ezt nézem, hogy van pár. Egy-kettőt meg kéne csinálni. Ha már ugye itt vagyunk. Látszódnak azok? Látszódnak, jó. Lehet kiszállás, most hopp. Semmi gond, Geralt, megoldjuk. A szirének mészárosa. Van egy olyan, amivel több gyors slot van, meg egy fake HDR issued beállítás. Akkor valószínűleg a több gyors slot miatt van. Parfum Collector. De ezeket elvileg össze lehet így mörzsölni. És akkor mindegyik mód játszható. Nálam is több mód van, és így van ilyen mörzs. Ó, de fura lett ez a hang.
Szóval nálam is több mód van, és volt, aminél mörzsölni kellett. Ne legyen ilyen konflikt. Gyorsan föl, gyorsan föl. Ussz és ebesz, ussz és ebesz. Igen, fontos. Jó. De nem is oda mentem. Na gyere. Ja, akar kekeckedni? Nem tudni. Menjünk ki, nem. Let's go! Aj, de nem tudunk menni, srácok. Hát mi ez? Beleakadtunk a hullába. Már csak az kéne, hogy nem tud megmozdulni a hajó, mert sok a hulla. Édes Istenem. Édes Istenem. Ez amúgy a életem képe így a... arról, hogy engem nagyon abúzálnak ezek a szirének. Csempészek rejtek-e? Ezek egy idő után ezt már nem szeretted, szemez, nem tudom miért. Nem tudom ez miért lehetett nálad. Hoppá, az egy kicsit sok lett. De nem is kell ezt csinálni, szemez. Miért csináltad, hogyha nem szeretted? Mert kérdőjel. Értem. Miért platináztad a játékot, vagy 100% voltad? Na várjál, ez rajta volt a térképen? Rajta. Ha. No. Hát biztos nem lesz platina vagy 100%-ja, de arra törekedtél egyébként? Azért kérdezem, hogy minek gyűjtötted a kérdéleket, hogyha nem maxolsz. Amennyire csak lehet, ki akarom maxolni az élményt. Ja, értem. Mi ez a hely? Ősi kripta. Bár Skellige lakói eszetlenségbe hajló bátorságukról nevezetesek, vannak helyek, ahová még ők se szívesen merészkednek. Ez az egyik közülük. Ennél izgalmasabbat nem is írhattak volna amúgy ide. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse,
Hát nem tudom, én első végijátszásra nem maxolnám a Witchert, mert nem lehet. Másodiknál meg már lehet úgy, hogyha utána nézel a dolgoknak. Nyilván, hogyha mindent meg akarsz csinálni, meg lehet, csak utána már nem szívesen nyúl az ember még egyszer a játékhoz, hogyha már így nagyon sok mindent megcsinált. Kivéve én, mert jött a Next Update. Na, mutasd, mit van. Én annyiban játszom másképp, mint te, hogy nem vezetem ezt a táblázatot, nem igazán olvasok róla a spoilereket. Hát persze, első végigjátszásnál teljesen fölösleges táblázatot vezetni szemez. Úgyhogy meg is értem, hogy nem olvasol az semmit. Most már el kéne tennem ezeket a izéket, legendári cuccokat. Take care now. Ja, hát én csak annyit sajnálok, hogy nem a legnehezebb szinten kezdtem, de jó hír. Ha majd egyszer legnehezebb szinten el akarom kezdeni, akkor már csak a főküldit nyomom, és így rás, rás, rás. Azt kell nekünk, hogy Skellige. Eljövünk ide gyorsan a híd, nem a hídra. Kell nekünk egy stash, és a stash, ami velembe van, az... Hát küldetéshez közel van, azt meg nem akarom. Úgyhogy nem jó helyre jöttünk. Kérdés, le tudunk-e menni gyorsan? Nagyon-nagyon-nagyon tele van Geralt. De a 220-as inventory az brutálisan nagy. Na, kérdés, hogy itt le tudunk-e csúszni. Nem. A válasz nem. Kérdés, hogy ugye hol mentett most a játék? Jó, akkor inkább visszamegyünk. Így. Hát lecsúszantam végül, és igen, csak nem a helyes módon. De biztos van amúgy itt shortcut. Na, tehát... Hopp, az nem tudom mi volt, amit betettem, de azt most ki kell vennem. Gyertyalámpás. Versus kell. Na, tehát... Ezeket a rúnaköveket berakjuk. Nem foglalnak sokat, annál inkább zavarók. Vár, falból egy lépcső jön lefele. Azt hiszem lift is van. A francban. Micsoda, nem lehet többet berakni? Ja, jó. Ez a Witcher sex zene, ami itt a háttérbe szól.
Nagyszerű. Cidriai lovassági vért mehet be Imperadandár is. Mives zsoldos csizmából van egy, így hogy most már tudjuk, hogy lehet csalni, így csalunk is, tehát megkeressük. Az egy 19-es, az pedig 24-es, tehát mehet a csere. Orgyilkos kesztyűből 25-ös van itt nálunk, ez pedig egy 22-es, úgyhogy azt is ki lehet venni. Van egy Maha Akami nadrág, egy 23-as, ez pedig 20-as, azt is ki lehet venni. Jó. Kidveni posztóvért 20-as. Na nézzük. Ezek 23-as, tehát ami most nálunk van, az eladásra kerül. Császári dandár nehéz vértje 17-es. Ez egy 20-as, tehát ez is jobb. Napcsillag 23-as, tehát recés napcsillag 18-as, úgyhogy ez is jöhet. Hosszú karomból biztos, hogy van, 23-as. Táncos. Ez amúgy nagyon jól néz ki. Ilyen lyukacsos a penge. Vestog 24. Jó, ez egy 19-es. Na. Vérkard 20-as. Többi cuccot meg ugye el lehet adni. Súly, na miből van nagyon sok? 15 kilót nyom a lóbőr, 10 kilót a kötélétre, 10 kiló fehér medvebőr, 8 kiló fehér farkasbőr, 8 kiló medvebőr, 4 kiló kecskebőr. Jó. Értem, tehát ezeket el kéne adnunk. Jó, nézzük a kocsmáros veszély ilyeneket. Jó pénzét természetesen. Na várjál, melyik vagy te? Ő? Greetings, mutasd a portékád! Na tessék, még földelementált is tudunk venni. Eredin Break Glass-t is, meg felperzselés, adjad, meg a torzafiókot is adjad. És akkor nézzük itt, mit tudunk eladni. 27%-os haszon? Aha, az jó lesz. Akkor eladunk 10 ilyet. 10 ilyet. 5 ilyet. Meg 5 olyat. Meg abból is 2-t. És amúgy már is fogyott a pénzünk. Ja. Azt mind szétszeded, és akkor súlytól és pénztől is megszabadulsz. Ja, nem akarok eladni mindent. Na és akkor most nagyon jók vagyunk. Mert most el kell mennünk a kovácshoz. Eladni a sok felszerelést. De már most is 168-an vagyunk, úgyhogy ez is nagyon jó. Hé, Schuster, vágd le a szakállam. Olyan hosszú. Mondja Geralt. Na, tehát ugye most annyit csinálunk, hogy visszamegyünk Velenbe. Nagyon gyorsan. Velen. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman.
Geralt. Geralt. Milyen jó volt így végigzongorázni, lett 44 ezer pénzünk. Tudjátok, mit nem csináltuk? A trófeákat nem raktuk be. Jó van. Amelia most, hát igen. Aki megteheti, ugye. Jó. Ideje dobni egy sárgát, azt mondják nekünk. Skellige. Ősi kripta. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Dobni egy sárgát, ez a kifejezés honnan jött vajon? Nem tudom. Nekem tetszik. Elég rasszista. Na, tolassál. Szóval átváltunk a térképre. Végre jöhet az az izgalmas quest, amiről beszéltem nektek. Mitológiai referencia, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki kitalálja, vagy ki az, aki tudja, hogy most éppen mit csinálunk. Segítség, bűn és bűnhődés. Ezt a küldetést úgy lehet megtalálni, hogy erre hajózol, tehát, hogy én ezt a küldetést nem hiszem, hogy valahol csináltam volna. Erre fele kell hajózni. Undvik egy kies parcakaszán Geralt egy sziklához láncolt férfire bukkant, akit már-már elborított a dagály. A férfi kegyelemért esdekelt, és esküdözött, hogy alaptanulul vádolták meg, és ítélték halálra gyilkosságért. Jó. Szabadíts ki, esdekbe, kérlek. Mit láncoltak ide? Nem szerettem az öreg Grettert, nem, de nem akartam a halálát. Szabadíts ki, kérlek. Rám kentek egy gyilkosságot. Ezt a köztet nem találtam meg még másodjára sem. Durva, amik vannak, mi? Nem hiszek neked, Viszlát, hogyha ezt mondod, akkor vége a küldinek. Aha, ez Prometheus, igen, igen. Így van. Hiszek neked, kiszabadítalak. Yes, I believe you. Kösz, ezt nem felejtem el. Nem tudok fizetni neked, de ha ismét találkozunk, meghálálom, amit velem tettél.
Can you walk? Tudsz járni? Don't fret about me. Ne aggódj miattam, csak pihennem kell kise, aztán rendbe leszek. Köszönöm a segítséged. Thank you for your help. Jó. Jelentős mennyi content van a játékban? Ja. Én a skellig-ek így küldik, nagy részét nem vágom. Pillanat. Aha. Amerre mehetnénk, az... az még nem... nem csináltam. Jó. Jó. Igazából belefér. Most úgy is hajózunk. Szia Istag. A küldetés során bedobod a vízbe és azt mondod neki, hogy Prométe, úsz. Connor. Ezekkel kínozni lehet. Na várjál. Igen. Most éppen nézem, hogy merre menjünk. A küldetés, amit most csinálni fogunk, a Free Spirit nevet viseli. Erre fele kell mennünk. És ha már arra megyünk, akkor útközben meglátogatjuk ezt a kérdőjelet is. Na mi van? Na most mi van? Hát a mód gyorsítás, azt nem csinál semmit. Nem erült. Na végre. Nem tudom mi volt. Szembeszél, ebben a játékban olyan nincsen. Ebben a játékban olyan nincsen. Valheimban van. A Valheimban van olyan. Nincs is annál idegesítőm. Tehát nyomom, hogy lebukás és nem csinál semmit. Most mi van így a... az irányítással. Na végre, nekem így is jó. Remélem most meg az lesz majd, hogy nem tudok felmenni. Ilyen helyen nekem is megvolt, ez nagyon fura volt. Próbáltad már ki bekapcsolni a gémet? Azt még nem.
Jó. És innen. Gyorsan. Ez valami bug nekem is csinálta. Akkor jó van. Újra kell indítanom majd a gémet. Na. Ja, és akkor oda megyünk. Valahova oda. Gyors mentés. Radik, seggfej, kancsa, pöcs, megdög lesz. Nem akartam bántani. Valaki segítség? Köszönöm a segítséget. Mi ez az egész? Mocsok nem tudja feldolgozni, hogy a húga inkább velem hajózott a bíborbölbe. Sem, hogy Freyát szolgálja. Na akkor ez most az a küldi, amit én kinéztem. Free Spirit. Most két embert lehet megmenteni, hogyha jól értem. Elvileg ő a questadónk, tehát ugye mindkettőnél volt felkiáltó jel, de ő lesz a questadónk, ha minden igaz. Na ezt a küldetést sikerült teljesen véletlenül megtalálni. Hát erről szól a game, szemez. belefutatsz ilyen küldikbe. Elcsábítottál egy papnőt? A Skelliger seducing a priestess? Mit hittél? Hogy mi nem csinálunk olyasmit? Nem mindenki hiszi el a szigeteken azt a sok maraságot az istenekről, de ezt sokan nem fogadják el, és ez férbuszúkhoz vezet. Vendettákhoz. Nincs ez így rendjén sehogy sem. Szeretem Irmát, és ő is szeret. Eljön a van, akkor együtt leszünk valahogy. A vallási észjárás tele van hiányosságokkal, szóval az elveikben is biztosan vannak hiányok. Megtaláltam, és a papnők orra alá dörgölöm. Aztán majd engedik, hogy elvegyem Irmát. Sokat utazol, ugye? Ha találsz valamit, ami segítségemre lehet, hozd el, jól megfizetlek. A vulkán túloldalán álló kunyhóban lakok. Meglátom, mit tehetek. Még veled, és próbálj távol maradni a dühös fivérektől. Szabad szellem, gyűjts vallási szokásokról, és precedensekről szóló könyveket, és vidd őket Ivárhoz. Ezt érdekesnek találhatod. Kapsz egyet a vallás és életből. Hé, na. Akkor kettőt kapsz. Nem tudom, így... Nem tudom, így most mennyit akar. Azt írják, hogy már meg lehet mind az öt könyvünk. Jó. Nem tudom, mi volt ez, de odaadtuk. Tristan, igen, azt is odaadjuk.
Erényes Vega. Igen, az is van. Változtasd meg az életed, az is van. Rea kultusza, az is van. Azt mondják, hogy van egy olyan bug, hogyha odaadom mind az ötöt egyszer, akkor nem lesz kész a küldi. Change your life. Handbook for the stubborn. Ought to come in handy. Ah, great. Köszönöm a segítséget. Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy itt ülve nem leszek okosabb. Ideje világot látni, talán utazásaim során meglelem a módját, hogy írmával legyek. Sok sikert! Hoppácska. Hoppácska. De durva! Hát ezzel a küldivel biztos nem találkoztam, srácok. Ilyen könyvgyűjtős küldit én nem csináltam. Skellige partjain Geralt egy férfibe botlott, aki kétségbe esett küzdelmet vívott támadójával. A Witcher nem nézhette ezt tétlenül, és úgy döntött, segít. A küzdelem után Ivar, mert ez volt a férfi neve, elismerte, hogy a legyőzött férfi a szerelmének a fivére. Húga elcsábításáért akarta megölni, aki Freya papnője lévén szüzességi fogadalmat tett. Ivar nem engedte, hogy a vallás boldogságuk útjába álljon, és olyan precedens keresett, mely lehetővé teszi, hogy kiváltsa szerelmét a kötelem alól. Geralt megígérte, hogy ha a vonatkozó könyvet talál, elviszi neki. Geralt tartotta a szavát, és Ivarra szipelte az összes szerelmről és a vallás gyakorlatról szóló könyvet, amit csak talált. Ugye, hogy én még csak egy könyvet találtam meg. Ó, én minden könyvet veszek, olvasok. Tök jó, hogy ezzel meg vagyunk. Jól van. Elvileg van itt egy hidden treasure, szóval megnézzük. Aha, ott van, kérdőjel. Már ne haragudj, de neked itt nagyon fura hangod. Királygriff. Koponyás királygriff. Biztos jó lesz akkor. Hogy ledúrták a jelek, ugye? Ilyen az én elcseszett formám. Veszek magamnak egy lovat, kiderül, hogy sánta. Feleségül veszek egy lányt, na náhogy házi sárkány. Építek egy házat. Egy év se kell, hogy villámáljon bele és porig égesse. És mikor egyszer, egyetlen egyszer rámosolyog a szerencse, és gazdag zsákmánnyal térek meg a portjáról, egy kurva griff pont annak a hegynek a tetejére fészkel, ahol a kincset elrejtem. Nyilván örülnöm kéne, hogy nem egy kibebaszott aranysárkány a kurva életbe. De legyen. Nem ez az első szívásom. Elzavrom onnan a dögöt, ha addig élek is. És kaptunk egy koponyás küldit. Ok. Lootolom a semmit. Lootolom. Na, tehát akkor ez egy küldi, na várjál. Unlucky treasure. Unlucky. Ja, ez egy 48-as köd. Ja, 48-as, hát semmi gond. Na és hol van? Hol a kincs? Orenek.
bőr. Ott van. Ez ugye nem ez volt benne. Jó, megvan. Karabella. A bal szerencsés akármi. De menő. Ott van. Tessék, 48-asra küldi. Skellige-n járva Geralt egy harcos holttestére bukkant, akit valami szörnytép hetett szét. A szerencsétlen flótásnál egy különösen érdekes írás volt találakor. Ilyen az én... Ja, igen. Jó, úgy tűnik a szerencse nem mosolygott rá arra a szegény fickóra, aki egy griffészkébe rejtette el a kincsét. Geralt nagyobb szerencsével járt. Na hát a 48-as küldetés is kész. Yes, yes. 53,6%-nál járunk. Oké. Okay. Megyünk le, megnézzük a kardot, a karabellát, megnézhetjük persze. Semmi extra. Egy 25-ös kard. Ilyen keresztvassal, meg ilyen görbe markolattal. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Bocsi, köszi szépen a támogatásodat. Üdv Imáron hivatalosan és a feliratkozott vadászok között, és köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Peregjenek, srácok, a szvegek. 53% olyan kevésnek tűnik épp, hogy a felén túl. Ja. De egyben azt is jelenti, hogy nagyon közel vagyunk az alapjáték végéhez. Ott vannak ilyen kérdőjelek. Itt van egy csomó kérdőjel. Ezt meg kéne csináljuk. Tudjátok, srácok, ezt meg kell csináljuk. Úgyhogy, let's go. Nem is ezzel a hajóval jöttünk, most látom. De vagy az első, aki jól mondta ki a nevemet? Na, úgy néz ki, hogy ebbe szerencsés voltam. 100% az kiegészítőkkel együtt értendő akkor. Igen. Így van. De mi nem csak az összes questet csináljuk meg, hanem az összes kérdőjelet is felvesszük. Úgyhogy még annyiban is nehezebb a feladat. Tehát, hogy még annyira se vagyunk az 53%-nál. Lévén, hogy itt aztán van tennivaló. Megint nem merül le. Van leak Witcher game-ről? Nem tudtam is tag. Ilyenakron.
Na, próbálunk egy olyat. F5. És kilépünk. Mert ez annyira nem jó. Hogy így nem tudok lemerülni a víz alá. Ez annyira nem jó. Old fel a bónuszt egy Witcher iskola összes felszerelésének viselésért. Ó! Oh. Köszi szépen a pergetést. Nem merült le Geralt Bug. Aha, igen, igen. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Jó, most oké. Okay. Ez nálam is volt elég idegesítő, de szerencsére, amikor megütnek a víz alatt a kelemerő. Ja, persze. Persze. Na, hova is akarunk tovább menni? Igen, oda. Aztán onnan arra fele. Aztán vissza. Jó, valahogy így. Igen. Szerencsére ez az újraindítás megoldotta, és annyira nem is kellett sokat várni. Itt egyébként még vannak mellette jelölések. Jöhetne amúgy a zene, a Witcher zene. Ja. Geraltissimus, fel gyorsan, fel. Én amikor a Skellig kérdőjeleit farmoltam, sajnos az endgame-re hagytam, én nem léptem ki be, hanem megvártam, hogy megütnek. Ja, aha. Én is annó ezt a endgame-re hagytam. De az úgy túlságosan monoton és uncsi volt nekem. De szerencsére pont jókor jött, hogy bejelentették a Next Gen update-et. Valahogy úgy kéne ezt így összehozni, hogy elmegyünk ide. Lassan be fogunk telni. És nem lesz soppa közelben az a szívás. Nagyon jól haladunk amúgy a kérdőjelekkel.
Sziasztok, csajok! Azt hogy visszakézből ellőtte? Ez nagyon tetszett. Első és legfontosabb dolog, leugrunk a vízbe, és akkor nem szedik szét a hajónkat a szirének. Az átkozott szirének. Hát ugye itt nem látok semmit, úgyhogy megyünk lejjebb. Hát ez biztos, hogy nem erre lesz a lút. Úgyhogy rá gyorsan fel. Mi a fene, nem látok semmit. Itt lejjebb lehetne menni? Aha, ott lehet lejjebb menni. Én két napja kezdtem el a Resident Evil Village-et, végigvittem normálon, aztán végignyomtam hardcore-on, most kezdem majd a legnehezebben, de nagyon jó game lett. Na, hát hajrá, nyomasd! Jó játékot! Jó játékot, Sáv! Nagyszerű. Még egy kérdőjel mínusz. És miért nem indul el? Mondom neki, hogy gyorsítás, és így nem gyorsít. És itt is van egy... Göldi. Így van. Azt is láttátok? Gerált nagyon gyanúsan közlekedik. Láttátok? Akkor jó. Nem alucináltam. Szóval itt van valahol rejtett kincs. Sziasztok, ez a játék egyébként Unreal Engine 4, vagy Unity, vagy saját motor. Saját motor, én úgy tudom. Red Engine, azt hiszem, de nem akarok hülyeséget mondani. Valami ilyesmi rémlik nekem. Ó! Oh. Ja, akkor meg is van a loot. Akkor gondolom azzal csináltak a Red Dead-et is, nem? A Red Dead-et a GTA-sok csináltak. Elvileg valahol oda kell mennünk. Ja, Rockstar-osok csinálták a Red Dead-et.
Oké, ott vannak a szirének, tehát oda kell mennünk. Minek mentünk neki? Egy szirénnek ne- nem. Egy szirénnek neki mentünk? Édes Istenem, hát ez mi volt? Vannak érdekes, hát vannak, hát ezt nem is értem. Hát neki mentem a szirénnek, az behorpadt a hajó. Az viszont elég menő nyeregnek tűnik. Rockstar Rage Engine-nel csinálták. Rockstar Advanced Game Engine. Ó, tetszik a neve. Na nézzük csak, ez mennyire jó ez a nyereg. 50-es, akkor annyira nem, és van is a stashbe, de 250-et adnak érte. Nekem a lóval volt egy random nem létező dolgokba akadtam el. Ja, az nekem is megvolt. Tényleg István, neked mennyi volt a Witcher végig játszás, meg neked coolers? Csak már mondta valaki. Azt hiszem Fumi Rossi, hogy nem kezdne bele, mert túl hosszú. És mondom, ti nem raktatok be sok, nem raktatok bele sok órát. Ja, oda megyünk. 130. Ja, akkor mindegy, ha 134 az elég sok. Nekem mindennel együtt 416. Én most olyan számokra vágytam, amik azt mondják, hogy hát végigjátszani a játékot nem sok idő. Jelenleg 81 óra. Story plusz egy kieg... Ja, jó, azt hittem, hogy 30-40 óra alatt. Ó, de biztos, hogy lehet 30-40 óra alatt végigjátszani a Witcher-t. Na, mindjárt elő is veszem itt a How Long To Beat-et. Azt mondja, hogy Witcher Witcher Witcher, story 51 óra. 51. Oké. Én azt hittem. Azt hittem végig lehet nyomni. Gyorsabban is. És akkor erre rájön az 51-re a 10, meg a 15. Tehát, hogy legrövidebb végigjátszás is 75-76 óra. Ja, a Witcher 2 az 24, igen. Hova akarunk jönni amúgy? Hát most itt vagyunk a szélénél, aha. Ja, de itt csak treasure-ök vannak, ez nem érdekel minket. Miért jelöltem akkor ezt be? Ezeken a szigeten csak treasure-ök vannak, ez nem érdekel, van víz alatti treasure, meg sima treasure. Ezt nem jelöli a térkép, úgyhogy itt hagyjuk. Viszont a smuggler cache, ami ott van, az például érdekel. Már megint, hát tele is leszünk ide a, az over 9000-es módot szoktam használni. Szerintetek a az a tükröződés, ami a az árbóc alatt van, a vitorla alatt van, az lehet a valós, az a lila? Vagy az a tükröződés a valós, amit most látunk? Nem tudom eldönteni. Oké, ide jövünk. Jó, most gyorsan ki, keret! Jó, így jók vagyunk.
Szerintem bug, mert elég fura, aha. Na. Nekem 181 óra volt, úgyhogy Skellige csak félig van kilótolva. Aha. Nice. Nekem is valahogy a ilyen 150-200, mondjuk nem. 100 és 150 körül volt valahol. Azt hiszem. Első végigjátszás. Jó. Innen nem messze van egyébként a következő treasure. Jó, északra kell menni, és akkor ott lesz a Nell a hajónál. Az AC Originsbe raktam 250 órát. Wow! Én ott csak a küldiket csináltam. És elvileg küldikből így maxoltuk a játékot. Bár lehet, hogy rosszul emlékszem. A rejtett kincs ott van fönt. Sajna csak sétálni tudunk, mert túl vagyunk terelve, és ennél még csak durvább lesz. Na jó. Hát oda föl kell mennünk. De nem tudod amúgy megfogni? Gerált. Hát, srácok, ami nem megy észre, tudjátok, az megy erővel. Jó. Az megy ész nélkül, igen. Jó volt a Forti stream? Na, örülök, hogy tetszett. Arfion. Kis Igni Rúna. Ez volt itt a kincs, srácok. Remélem figyeltétek. A kis Igni Rúna. Nagyon jó. Bravo. Bravo, bravo. Fat loot. Meg ilyenek. Amúgy ott kellett volna beugrani. Tehát, hogy itt volt az út, hogy hogy ott fel tudjunk ugrani. Csak hát mivel Geralt most csak sétál, ezért egyébként se tudtunk volna a normális úton feljutni. Tehát végül is ez volt a mi megoldásunk. Na jó hír, a következő, amúgy ezeket megpróbálom itt kikapcsolni. Treasure nem érdekel minket. Jó, már is jobb. Azt mondja, a következő hely, ahova el kell mennünk, az ott van. Jaj. Még amúgy, mert szeretnék egy küldit csinálni, ma nem csak kérdőjeleket akarok így hajtani, hanem küldetéseket is akarok csinálni. Legalábbis egyet szeretnék befejezni. A Prometheus-os küldit azt szeretném befejezni. Itt jó pár kérdőjel van, azt nézem, srácok. Kéne valahol hajót cserélnem, de sehol nem lehet. Sehol nem lehet itt hajót cserélni. Amúgy olyan, mintha nem menne full speeddel a hajó. Na,
haragudjatok, de újra indítom a játékot. Köszi, nem lehet elmenteni a játékot. Tehát, hogy ez nekem nagyon gyanús. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. No. Nézzük még egyszer. Aha. Érezhetően gyorsabbak vagyunk. Nem vágom. Ami durva, amúgy, hogy anno 1000 órát beleraktam a Cségóba, nem is emlékeztem, hogy olyan sokat toltam. 1000 órám nekem sincs szerintem a Cségóba. Max ilyen 500. Így összesen az összes accounttal. Úgyhogy akkor te jól megtoltad, Iston. A Warframe-ben van 3500. Aztán. De majd lassan átveszi a helyet a ranglistám, mert már azzal... A Forti átveszi a helyet a ranglistám, mert azzal már 800-nál jársz. De legalább az nem Steam-en van. Tudok, így a Cségód maradhat az elsőben. Biztos a Lost Ark-ban meg 3000 órád van. Na elvileg itt a kincs valahol. Bár hát itt nem mutatja sehol. Jó helyre jött? Jó helyre pedig. Ha ott van. Wow! Őrzött kincs. Ott egy csávó felakasztva. És alágyújt. Ja, hogy őt kivéreztették. Wow! De durvák. Csak 873 órád van a Lost Ark-ban. Csak, ugye? Na, következő kincs sincs messze. Vajon vagyunk-e már 300-nál? 255, tehát ez még mindig semmi. Szevasz, Baki. Na, elvileg ide kell jönnünk. És akkor a kérdőjelek többi része az már így látszódik, ezeket még így jó lenne így megcsinálni. Ezeket itt. Nem tudom, ez mennyi idő lesz, srácok. Jaj, de jó, oda kell mennünk. Ott, ahol az a sok szirén van. Mindig azok az átkozott szirének.
Még vannak? Még vannak, jó. Amikor egy szezonban több mint 600 gémet toltam, te jó ég isten. Az helyzet is, Tog, újra kell nyomnod a lolt, mert csak akkor mondhatod azt, hogy abba is már elértél mindent, hogyha eléred benne a challengert, a rank 1-et. Vagy legalább a rank 1-1 karakterrel, meg a challenger. És akkor azt mondtad, hogy na most már megnyugodhatok. Most már megnyugodhatok, mert elértem mindent a lolba. Kijátszottam, végigvittem ugye. Jó, következő kérdőjel, ez már szerencsére jelölve van. Mit is mondanak amúgy, mennyi kérdőjel van? Ezek a Guarded Treasure, Guarded Treasure, Smuggler Cache, ez így 71, igen, és akkor nem csak ezek vannak, hanem vannak még a Spoils of War, 79, és vannak még, mik ezek kontraktok? Nem. Hidden treasure-ök. Az meg... hát így ilyen 100, 90 és 100 között van valahol. Ezeknek a száma, amit most itt csinálunk, ezek a kérdőjelek. Azt nem tudom, hogy mennyivel vagyunk, meg vajon. 69 felderítetlen helyszín. Hát akkor olyan egyharmadával meglehetünk. De ugye a kérdőjelekben még beletartozik az is, hogy ugye az nem feltétlen, csak ezek a guarded treasure-ök meg ilyenek. Gondolom, de mondjuk de. Hidden treasure, guarded treasure. Ezeket a guarded treasure-öket nem szeretem. És most amúgy ez is az lesz. Megint amúgy lassúak lettünk. Na most újra gyors. Néha rá kell nyomnom a gyorsításra. Szerintem itt ez a loot. Aha. Hát ez elég easy volt így. A kövi az nincs messze. Ezek a kincsek már nagyon közel vannak egymáshoz. Bízom benne, hogy a hajó az sokáig kitart. Aha. Jó, menjünk akkor először oda. Mizus Baki. Ó, jó kis szirének, oké. Szeki, 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 szeki. Jó, szeki. Ja.
Nagyon remélem, hogy azt... De, pedig azt úgy kell megcsinálni, srácok. Oh. De jó, hogy úgy csinálták meg, hogy így át tudok ugrani, nem kell futnom. Hú, de nagy mázdi. Fel tudtam volna itt sétálni, azt mondjátok? Lehet. Lehet. Hajnal 4, és akkor nyomunk újra a potikat. Itt van valami kard, ez mi lehet? Spoils of War. Azt itt jelzi a térkép? Jelzi, oda kell mennünk. Hadi zsákmány. Egy mínusz. Még egy mínusz. Még egy mínusz. Vajon ezt a hajót hogy kell értelmezni? Valószínűleg be kell menni az oldalába. Vagy alá kell menni. Menjünk fel. Na nézzük csak. Nem látok semmit. Mint hogyha a kapitány év... Aha. Az ott felejtős. Aha. Jó. Oké, ott viszont be lehet menni. Úgy csapattam pár a meccset mostában, megment egy ranked is, de már nincs tőlem a játékhoz annyi, mint régen, szóval nem lesz ebből rank 1. Nem lesz rank 1, hát istog. Hát hogy lehet ez? Szerintem ez lesz a megoldás. Ne! Nem lehet lemenni. Ha nem lehet lemenni, akkor hol a kincs, ugye? Ja, megint fel kell mennem. Legegyszerűbb az lenne, hogyha meditálnék egyet, és akkor meginnék egy másik potit. De gondolom, a vízben nem lehet meditálni. Ja. Visszamegyünk. Visszamegyünk a hajóra, és akkor ott meditálunk, mert ott talán lehet. Az a baj, ha nem lépsz oda és mondod meg a csapatnak, mit csináljanak, akkor sokszor csak rohangálnak össze-vissza. Lehet ez ilyen, nem? Na tehát akkor meg kell innunk ezt a sárgát. Meg kell innunk a macskát, és akkor most már mehetünk le. Gratulálok! Gratulálok! Hát, no, tehát, hogy WTF? Ja. Nem tudom, ennek így mi értelme van.
Tehát, hogy konkrétan a víz alatt nem lehet látni. Készítettem bögre teát, úgyhogy most már teljes a kép. Vajon megtámadnak minket? Nyomasd back, én már rég ittam teát. Én már sajnos rég ittam teát, most nagyon rá vagyok kattanva az ásványvízre. Vannak ilyen korszakaim a teába meg az ásványvízbe. Sziasztok, fiúk! Van jelenleg a kedvenc ásványvízben, most ilyen extra bubisat iszok. Teába meg ez a valami szamócás. Aha, extra bubis, de ez nem lesz sokáig a kedvencem, mert nagyon, ez már nekem is hard. Ez már nekem is hard. Itt van amúgy ezen a szigeten a másik kérdőjel is, de addig nem tudunk elmenni, mert konkrétan lemegy a nap, mire elmegyünk addig a kérdőjelig. Én az ilyen középbubisi vagyok. A zöld. Aha, én a kéket szeretem. Olyan hát, hogy a széndioxid helyett már szénmonoxid van benne. Ugye nem hagytunk el itt egyet. De ott egy kérdője. Bravo! Bravo játék! Nem baj, arra megyünk vissza, az azért van ott. Jó. Csak keményen bemegyünk, megállunk, levetjük magunkat a víz alá, mondom, levetjük magunkat a víz alá, mondom, levetjük magunkat a víz alá, köszigerált. Gyertek, gyertek, cic. Ennyi erővel rakhattak volna, mit tudom én, sirályokat is a játékba, mert ennek a víz alatti arcnak továbbra is azt mondom, semmi értelme. Mondjuk ennek a lootnak se volt sok értelme. Az a baj, amiben kevés van, az meg olyan, mint a csapvizet innék, annak majd nem sok értelme van. Uh-huh. Egy nyomom, hogy tolatást, azt most így mi történik a képernyőn? Na végre. Akartam komplettebb rendszer, csak nem volt idő. Hát akkor meg nem kellett volna ellenség sem, meg nem kellett volna ez a plusz loot sem. Ha már zöld, egyszer próbáltam ilyen fullos, stb. Gyógyvizet, ami minden jót tesz, utána meg is értettem, hogy az emberek miért is inkább fürödnek benne. Én nem nagyon próbáltam még ilyen gyógyvizet. Az a helyzet is, nekem van, hogy a kék bubis víz is olyan, mint hogyha izé...
nem lenne egyáltalán bubis. Úgyhogy valószínűleg amúgy nem is a bubis vizekkel kéne szórakáznom, hanem izé olyan patronos szódát, akármit kéne csinálni. Hol fele megyünk? Aha, bár inkább arra kéne először. Egy, kettő, három, négy, öt. Öt kérdőjel van hátra. Nem is inkább zöld bubis fan vagyok, nekem a kék már durva. Aha. Én a kéken nőttem fel. Azt szokta meg a testem. Mondat volt, mintha beleestél volna a babakorodba, mint ahol belejsz. Igen, ő is beleesem. Mi ez a madár? Szia, Blé... Hú, azt mondjuk fájhatott neki. Mit csinálsz, Geralt? Hát csak ki kell menni a partra. Geralt. Geralt Issimus. Na jó. Közelebb kell állnunk. Ez egy királyi griff amúgy? Na! Végre! Kukorék szlát. Baziliszkusz, konkrétan. Jaj. Na hát ez is megvan. Jó volt a balanszom is, srácok. Thor Lara. Jó, mehetünk vissza. Mehetünk vissza a hajóra. Nappal csillag, oppácska. Szia, kicsi kokó. Szevasztok, srácok. Na, hogy állunk? 287. Na, végre. Jó? Ez az. Na és elvileg itt... itt így megyünk, és akkor itt lesz egy kérdőjel. Csak pont a sziget másik oldalán. Jaja, ott van.
Épp azt akartam mondani, de jó, itt nincsenek ellenfelek. Na gyertek. Egy mínusz. Kettő mínusz. Hát mindjárt lesz három mínusz is. Három mínusz. Van mind a négy. Ha látom, van egy ötödik is. Körbecsaljuk őket bizony. Muszáj. Még egy kérdőjel megvan, srácok. Nézzünk egy térképet. 310 súlynál járunk. Igen, ezek a csempészek rejtek-e, azok, amik így nagyon durván nyomják a Geralt zsebét. Jó. Na most már nincs sok kérdőjel hátra. Mármint, hogy amit így kitűztem magamnak, abból már nincs sok hátra. Gyorsan, ne egyétek a hajót! Ugye ők nem süllyesztik el a hajót. Így, hogy kiugrottam belőle, bízom benne, hogy nem. Jó. Cségó se csábít vissza? Majd a Cségó 2 is tud. Elfeledett Vren kard, vagy mi? Szerintem ők bebegoltak oda. Értem. Jó, oké. Jó. Ha kapta, akkor kapta. Ezzel nem lehet vitatkozni. Na már csak kettő kérdőjelünk van hátra. Már csak kettő. Legalábbis így, amit így mára kinéztem. És majd mindjárt megmutatom nektek, hogy milyen szépen haladtunk. És azt fogjátok mondani, hogy de jó.
Nem, még nem kell, még nem. Melyik játékban a legtöbb órám? A WoW-ban. Nincs tudom. WoW-ban van a legtöbb órám. Hanem az Age of Mythology-ban. De amúgy nem biztos, hogy a WoW-ban van. A WoW-ot azt... hosszú éveken keresztül csapattam. Az Age of Mythology-t biztos, hogy nem játszottam olyan sokan. Az Age of Mythology-ban ilyen 1000-2000 órám lehet. Ja, valószínűleg a második legtöbbet játszott játékom a Siege. De amúgy meg a kodok lennének, hogyha ugye nem lenne ennyi kod. Na srácok, utolsó kérdőjel jön. Ja, utolsó. Ezt veszük fel. Az gond. Még ne süllyedjünk el, jó? Utolsó kérdőjel jön. Jaj, szóval olyan WoW az eléggé erős. A LOL az nem tudom. A LOL-ban nem tudom mennyi órám lehet, szerintem olyan 1000. 500 és 1000 közül valahol. Szia Mr. Shadden, 1000 éve láttalak. Vagy lehet, hogy 1000 meg 1 éve. Minden szuper. Arra felé. Gyorsan legy! Nagyon szóval. Ott is valami izé volt. Nyereg. Szóval pont most jöttek a víz alá. Ne bugybarékolja itt, nekem jók az. Jó. Megvan az utolsó kérdőjelünk is. Na, tök jó! Az is, hogy Mr. Shadden túl van a szar időszakon, és az is, hogy megvan az utolsó kérdőjelünk. Most már azért javulnak a dolgok. Na, örülök. Örülök. Na. Kijelöljük gyorsan, hogy merre megyünk. Ez most... Amit most csinálunk, az a cuccok eladása lesz. Úgyhogy... Megpróbáljuk nem elsüllyeszteni a hajót. Maximum a végén. Nem, ez még nem a vége, Geralt. Félreértette a szándékaimat. Ott az elején nagyon csúnyán néz ki. Az elején nagyon ott romba lett a hajónak. Itt van valami torony fent amúgy, de durva. Örülök, hogy befejeztük ezt a kérdőjelvadászatot. Ennyi dózis elég mára.
Néha kell ilyet is csinálni, srácok, mert nem lesz meg az a 100%. Tudom is kérdezni, hogy az eleje egy cápa volt? Igen, megharapták a hajót. Na tessék, megjött a muzsika. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Hatta, ofos lett. Na. Kérdés, milyen cuccaink vannak? Miből van sok? Ó, oh, értem. Jó, akkor nem is kérdés. Velen. És a várfalú. Egy kis pénzfarm volt? Ja. Az kell is amúgy. Kell is amúgy a DLC-k miatt. Geralt, could you... What are you selling? Na. Oh, na most. Most, srácok. Én olyan választásban, de attól még megtartjuk. Mikor is mentettünk? His long search for Ciri led Geralt to conclude the doom, the ugliest man alive. Hű, de fájdalmas volt az a... az a misklik. Az nagyon fájdalmas volt. Mi volt, nem figyelek egy percre? Hát úgy mellé nyomtam. Tudod, így megyek, hogy jobbra-balra, átugrottam véletlenül a vásárlásra, és... hát vettem 2000-ért egy sárga kardot. Geralt. What are you selling? Hát ezt muszáj volt visszatartsam. Na most már nincs nála több pénz. Take care now. Nem tudom amúgy, hogy a törpe ő mennyiért veszi a cuccokat. De igazából tök mindegy. Szerintem ugyanúgy veszi. Mondjuk nézzük csak meg. Hát ezt 16-ért veszi azt a bugyos gatyát. És Joanna, te pedig... What are you selling? Bugyos gatya, mennyibe kerül? 16. Ez ugyanannyi. Take care now. Oi, Geralt! Csak hogy nem kell újra töltenem. Hogy ugye újra töltse a készletét. Micsoda, annyi cucc van, de az hogy? Ja, mert nyergek is vannak nálunk. Hmm.
Mondjuk ennyi nyereg azért nincs nálunk. Jó. A többi cucc az olyan, hogy... Indarciali nehér vértezett, 24-es, 23-as, azt el lehet adni. És akkor 47.000 gold. Szólunk. Elmegyünk gyorsan Skellige-re. Rendezzük az inventory-t. Ja. Elmegyünk Skellige-re, rendezzük az inventory-t, aztán visszajövünk és befejezzük a questet, amit így mondtam nektek. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of the curse, was the key to finding the young woman. Nem családbarát a stream, felolvasok nektek egy kommentet a tegnapi God of War magyar szinkronos videó reakciójával kapcsolatban. Azt írják, hogy a világ faszaért sem hagytad volna végig belefúvázás nélkül. Senkit nem érdekel, hogy hol áll fel a szőröd, ha már láttad a videót, meg pláne, hogy klúzsban maradsz a videó végéig. Ezt mondják. De hát... nem véletlenül linkeltem be a leírásba az eredeti videót, hogyha valaki azt akarja megnézni. Dobáld ki a sok bundát, azok is nagyon sok kilót nyomnak. Nem. Azok eladásra mennek. És... nem adok el mindent, mert szétbontani is kell majd. Na tehát Karabella. Karabella, ez hanyas Karabella, nagyon fontos. 25-ös. Ó, na hát ez jött ki. Thor Lara, na ez egy új kard. Ilyenünk még nem volt. Nappal csillag, ez egy 23-as nappal csillag. Recés. Nekünk is az van. 195. Ja, az a miénk az jobb. God of War a csatorna neve, vagy ilyenten? God of War, most már az lesz a csatorna neve. Ez egy 22-es Vren kard. Orgyilkos Cassio 25. Jó, akkor az is marad. Salmiai Pikke Páncél 21. Ha? Orgyilkos Nadrág 24. Na hát ebből csak 4-es volt. Impera Dandár vértezett 21. Szerintem ez lesz. Ha, ez is upgrade. Aztán van itt egy olyanunk, hogy Hindarciali, igen, az 24. Hűha, ezt nem is látom, írtam. Van ilyenünk? Szerintem nincs. Ja, nincsen. Cidriai Lovasvért 23. Na, az meg 24. Jó, meg vagyunk. Ilyenek ezek a fotelarcosok? Ja, csak vicces olvasni. Vicces olvasni. Néha fáj, néha nevetek rajta. Ilyen ez. Köszi amúgy a Patrik a tippet, de tényleg próbálok minél több pénzt összeharácsolni. Mert szükség lesz rá. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. És akkor mindjárt csináljuk az utolsó questet, amit így ígértem. Geralt. Igen, mi minden van raktáron, és akkor el tudjuk adni ezeket. Ja? Nem tudom amúgy mennyi idő, amíg újra tölti az áruit. Úgyhogy mondjuk egy 24 órát alszunk. Thank you.
Ja, ja, ennyi elég, ennyi elég. 5 óra lett. Geralt! Főküldivel nem haladtunk ma, egyáltalán nem. What are you selling? 1500. Nagyon jó, 300. Na, 48181. Take. Szóval, ja, kérdőjeleket tüntettünk el mind a szigeten, mind a sziget környékén. Így nézünk ki, nagyon jól néz ki szerintem ez a rész, hogy itt szürke és nem kérdőjelek vannak. Hova akarunk menni? Csaló teleportálás lesz most, srácok, de higgyétek el. Ennél több most így nem férne bele egyébként se a streambe. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Ilyen 2-3%-ot haladtunk egyébként a mostani és a délelőtti streamben. Mi a csaló teleportálás, ugye, mert hogy nem szeretek így fast travel-lel utazni Geralttal. Ide kell jönnünk. Move it. Ja. Emlékszem, tényleg oda kell mennünk. Mondjuk igen, ez pont olyan játék, hogy maradhatnak ki dolgok a sokkal fastra. Ja, ja, ja. Itt Skelly Game mondjuk annyira nem baj, hogy miért én vagyok mindig a batkan? Mert kövér vagy, ha ha ha. Tessék. Kér tőle bocsánatot, Mikkel. Különben te leszel a batkan és én tartom a botot. Come on. Hey there. Mondjuk nekem például nagyon bejöttek az állandó hajlózó fák is, aha. Nekem azért nem, mert így is annyi minden történik a képernyőn, hogy nektek csak a stream minőségének a rovására menne az, hogy annyi minden történik a képernyőn, hogy az csak így tönkretenni a bitrétet. Jó, elvileg ide kell jönnünk. Igazán kár Gretterért, jó ember volt. Ugya, és nem ivott sokat. Az a korafi jorga sziklához láncolni túl enyhe büntetés volt. A bűrét kellett volna lenyúzni. Ne mondd ezt, a bátyám rendes fiú volt. Csi, drágám, nem tudod, mit beszélsz. Bátyád gonosz bűnöző volt, minél előbb elfeledett, annál jobb. Mi történt itt? A bátyám, a sziklához láncolták miattam. Miattad? Mert nem szerettem a bácsikámat, Grettert. Kövér volt és büdös. Egyszer mondtam a bátyámnak, hogy a bácsi csúnya dolgokat tett velem. Jorg égtelen haragja Gerett és megölte. Aztán elfogták és a sziklához kötözték.
Így működik a törvény. A gyilkost meg kell büntetni akkor is, ha azért ölt, hogy más mentsen. De én hazudtam Yorknak, a bácsikám semmit se tett velem. Bűzlött és ezt nem szerettem, csak ennyi. És most a York meghal miattam. Nem fog meghalni. Kiszabadítottam. Vagy azt lehet neki mondani, hogy hát ez egy jó lecke volt. Your brother will be fine. Hamarosan érted jön majd. Igazán? Köszönöm. Soha többé nem fogok hazudni, esküszöm. Jézusom. Úristen. Hát ez elég kemény volt így a végére. Ez elég kemény volt így a végére, srác. Oké. Hát a kis saj megölette a nagybátyját, mert kövér volt és büdös. És azzal az indokkal ölette meg a nagybátyját, azt mondta a bátyának, hogy hozzányúlt. És a bátyja ezért megölte a nagybátyját. Na itt tartunk jelenleg. 113 óránk van a karakterben. Geráltban jelenleg. 113 óra 19 perc. És... hát ma főleg a kérdőjeleket tüntettük el, meg a hátra maradt mellékküldetéseket csináltuk itt Fajlund környékén, meg Firezdál környékén, itt a Keresztút környékét is megcsináltuk, ott azokat a szürkéket, aztán haladtunk egyébként ezekkel is, tök jó lett, hogy ennyi szürke van már itt. Ha elmennék Szvorlákba, akkor felfedné magát az összes kérdőjel, ami így hátra maradt. Nagyon jó egyébként, hogy ez a sziget például már tiszta, környékét is nagyjából már megcsináltuk. Ezt a szigetet is megcsináltuk. Ez a sziget még nincs kész. Ez sincs még kész. És Arckelig az, amit így még meg kell csinálnunk. Ja, meg az sincs még kész. És ugye még a sok kérdőjel. Vidám sztorik vannak itt Skelligén. Ja, nem. Ja. Úgyhogy srácok, a következő jó pár streamben még Skelligén fogunk barangolni, de a küldetésekkel legalább nagyon jól haladtunk. És annak külön örülök, srácok, hogy Arckeliggel ilyen jól haladtunk. Ez egy nagyon-nagyon nagy falat, nagyon nehéz követnem, hogy mi az, amit megcsináltunk, mi az, amit nem, de előbb-utóbb elfogynak innen a questek. Ezony. Úgyhogy remélem, hogy élveztétek a mai Witcher adagot is. A stream nézőknek extra jó volt. Mondjuk a VOD nézőknek is, hogyha folyamatosan nézik. Mert ma egész nap, mondhatni, egész nap Witchereztünk.